Köszönöm. Thank you. Jaj. Én tényleg ajánlom ezt a rendező szolgálatot. I do recommend this usher ministry to you. Én bevallom, én frászt kapok attól, hogy mindent szolgálatnak hívunk egy gyülekezetbe. Okay, I need to confess that it freaks me out that we call every job or task that is there a ministry in a church. Mert vannak dolgok, amiket meg kell csinálni. Because there are certain things we just simply need to do. Úgyhogy például ti srácok vagy férfiak vagytok itt. Okay, so if you are here and you are a guy or a man, aki például utálja nézni, hogy bejön egy terhes nő és keresi a helyét. Who, for example, hates to see a pregnant lady coming in, seeking a place for themselves? És azt mondod, hogy miért nem csinál már valaki valamit? And you ask yourself, why isn't anyone doing something about this? Az Úr ekkor hívott el éppen a rendező szolgálatba. The Lord. Ez a rendező szolgálat lényege. The Lord has just called you to be a part of this usher ministry. De tényleg, ha minimálisan szereted az itt levő embereknek legalább egy részét, és akarsz nekik segíteni, akkor igen, nem kell ezt túl nyálasítani, hogy mindenkit szeretsz. Okay, so if you have a minimum level of love to give to at least a small portion of this church, okay, then come on. Okay, so. És úgy röhögtök, mintha itt mindenki mindenkit nagyon szeret. Okay. You laugh as if everybody loved everybody else so much. Igen, mi lesz? Most hergelem magam a Biblia órára. I'm working myself up for this Bible study. 5 Mózes 19-ről lesz szó. Okay. Well, anyway, we're going to focus on Deuteronomy chapter 19 tonight. Nem egyszerű szakasz. It's not a simple passage. És majdnem felhívtam a Janit, hogy én most ugrok egyet, aztán majd a jövő héten valaki visszaugrik erre. I almost called Jani that I was gonna skip this chapter, and then, you know, someone who is responsible for next week will skip back to this chapter. Mert ez volt a természetes reakció, mikor elolvastam. Because this was my natural response as I read this chapter. És amikor másodszorra, sőt harmadszorra is elolvastam, még mindig ezt gondoltam. Okay, and I kept feeling like that even after reading this chapter for the second and third time. Mert ez olyan igazi ószövetségi rész. Because this is a real Old Testament passage. Tele van olyan dolgokkal, amiket ma már nem is gondolunk így. It's full of things that we no longer think like that. Vagy legalábbis elsőre így tűnik. Or at least it looks like that, you know, looking at it for the first time. De hála Istennek tévedtem. But thank God I was wrong. És nagyon szeretnélek titeket bátorítani, hogy tévedjetek ti is bátran. And I would like to encourage you to be wrong, or, you know, just to feel free to be wrong. És hogy olvassátok az igét. And to read the word. És amikor olyan részhez értek, aminek látszólag semmi értelme nincs, amiből elég sok van a Bibliában. Első ránézésre. And then you will come to certain passages quite often which don't make sense. Actually, and there are quite a few of them or such passages in the Bible. Akkor ne vonjátok meg a vállatokat. But then don't shrug your shoulders. Ez nem a mai keresztényeknek szól. And don't say it's not for, you know, modern day Christians. Hanem egy pici gondolkodásnyi erőfeszítést tegyetek bele. But just make a little effort and think. Hogy akkor vajon miért van itt benne? And ask yourself the question then, why is it in the Bible at all? És vajon miért olvastam én el? And why did I happen to read this? Jóra vezet. And it will produce good things. Nekem ugye most kötelező volt megfejteni, hogy valamivel ki tudjak ideállni. Now, as for me, I had to figure this out so that I would be able to come up with a message for tonight. De úgy örülök, hogy kénytelen voltam rajta gondolkodni. But I'm really glad that I had to give it a lot of thought. És imádkoztam, hogy Istenem, kérlek, mondj valamit, mert cikiben maradok. And I prayed to the Lord, I was like, Lord, please help me, because, you know, I'll be in trouble. És elkezdtem mondani. And then he started speaking to me. És most azt gondolom, hogy ennél
világosabb szakasz kevés van a Bibliában. And now I think that there are few clearer or more obvious passages in the Bible. És hogy ez szinte csak véletlenül keveredett az Ószövetségbe, mert ez annyira újszövetségi. And that it actually it's by accident that we find this chapter in the Old Testament because it's so New Testament-like after all. Na de menjünk bele 5 Mózes 19:1-től. Well then let's dive into it. So let's start with verse 1 in chapter 19 in the book of Deuteronomy. Amikor Istened az Úr kiirtja azokat a népeket, amelyeknek a földjét neked adja Istened az Úr, és te birtokba veszed, és letelepszel a városaikba és házaikban, jelölj ki 3 várost országodban, amelyet Istened az Úr ad neked birtokul. Mérd le a hozzájuk vezető utat, és oszd fel 3 részre országod területét, amelyet örökségül adott neked Istened az Úr, hogy majd oda menekülhessen mindenki, aki gyilkolt. Ja, igen, szuper. Megyünk is tovább. Nem tudom, kell. Hogy szoktuk, nem kell. Yeah. Then please follow from the screen or read along. Jó kis szakasz. So it's a great passage. Ami legelőször elém jött ezzel kapcsolatban, az az, hogy már megint nagyon úgy tűnik, hogy Isten ígéreteket tesz, és azokat be is tartja. What first flashed through my mind was that it seems like God is making promises, and he actually keeps them. És úgy fogalmaz itt Mózes, hogy amikor Istened az Úr majd ezt teszi, és amikor majd az történik, azután pedig majd az lesz. And here Moses phrases it in a way that, you know, when the Lord your God does this or does that, then this and this will happen. És tetszik, hogy Mózes így írja le ezeket a dolgokat. And I love the way Moses puts these things. Ő már elég öreg ahhoz, hogy ne legyenek kétségei. He's old enough not to have any doubts anymore. Mert már annyi mindent átélt Istennel. Because he's been through so many things with God. És ő már így kikételkedte magát. And he has doubted enough in his life. Ő elég sok minden nem hitt el Istennek. There were quite a few things that he didn't believe in God for. Nem hitt el, hogy Isten ki akarja hozni a zsidókat az ő vezetésével. Well, first he didn't believe that God was gonna bring the Jews out of Egypt or with his help. Nem hitt el, hogy Isten valóban vezetni fogja őket a pusztában, vagy hogy majd ennivalót ad nekik. And he didn't believe that God was gonna guide them and lead them in the wilderness and he's gonna provide for them. És nem hitte el, hogy elég csak szólni a sziklához, és víz fog jönni belőle, még csapkodta egy kicsit. And he didn't believe that it was enough just to speak to the rock and water would come out. He was, you know, he stroked it a couple of times. És aztán, amikor elég sokszor tévedett. And when he was wrong a couple of times. És rájött, hogy Isten már pedig megtartja az ígéreteit. And he realized that God kept his promises. És Isten elég sokszor megmentette már. And that God saved him quite a lot of times. Akkor így a vége fele már tudott ilyen kijelentő mondatokat írni. Then towards the end of his life, he could write down indicative sentences. Hogy mivel Isten ezt mondta, ezért ez így lesz. That since God said this, then this is going to take place. És én nagyon sokszor olyan vagyok, mint a fiatal, olyan vagyok, mint a fiatal Mózes, ez így erős, de hogy mondjuk a hitetlenségét tekintve. Many times I'm like the young Moses, which, okay, so might sound a little bit arrogant, but I mean, I'm like the young Moses in his unbelief. És én ezt ilyen 50-50 kereszténynek hívom. And I call this kind of person a 50-50 Christian. Hogy én nagyon szeretem Isten ígéreteit. That I really love God's promises. Nagyon szeretem olvasni őket. I love reading about his promises. Nagyon bátorítanak. I find them very encouraging. Sokszor meg is vigasztalnak. And quite often they comfort me. Aztán vagy bejön, vagy nem. But, you know, they will either happen or not. Ez a 50-50. This is 50-50. De ez borzasztó. But this is horrible, actually. Ez hitetlenség. Because this is what we call unbelief. Tehát az 50-50 százalékra a világon kb. Mindennek van esélye. Because there is a 50% chance of something happening, you know, in each and every area in the world. Vagy megtörténik, vagy nem. Because things will either happen or they won't happen. Ez nem hit. So this is not belief. Ez nem reménység. Or this is not faith and this is not hope. Majd kiderül. We'll see what happens. Az optimizmus
meg a hit, az két nagyon különböző dolog. There's a big difference between optimism and faith. És én szeretnélek titeket bátorítani a hitre. And I would like to encourage you to have faith. Ami bolondságnak tűnik egyébként a legtöbbször mások számára. Which seems foolishness in the eyes of others many times. Ami miatt lehet, hogy hülyét csinálsz magadból sokszor. And maybe many times you make a fool of yourself. De ez a hit. But this is what you call faith. És Istennek ez tetszik. And God is pleased with that. És a hitről azt írja az ige, hogy az ajándék. And the scriptures say that faith is a gift. Úgyhogy, ha nincs hitetek, akkor kérjetek. And if you don't have faith, then ask for it. Úgy fejeződik be ez a kis szakasz, amit felolvastam, hogy oda menekülhessen majd mindenki, aki gyilkolt. So this little passage that I just read out ends with the sentence or half sentence so that anyone who kills a man may flee there. És ez annyira pessimista. And this sounds so pessimistic. Miért? Honnan tudja, hogy lesznek gyilkosok? Hát. How does he know there will be people who will kill others? Most érkeztünk be az ígéret földjére. We've just arrived in the promised land. Nagyon hiszünk Istenbe. We really believe in God. Nem biztos, hogy rögtön itt gyilkolászni fog mindenki. I mean, you know, I'm not sure, you know, people will kill others off, you know, right now. Én ilyen vagyok. I'm like that. Van, aki szerint jó hiszemű, van, aki szerint naív, van, aki szerint hülye. De... Okay. Some people think I assume the best of others. Some people think I'm a fool, and some people think I'm naive. Nagyon fontos, hogy szembenézzünk a bűnös természetünkkel. But it's really important for us to face our sinful nature. A többiekével és a magunkéval is. The sinful nature of others as well as with our sinful nature. A megváltott életünk ellenére való bűnös természetünkkel. And we still have a sinful nature in spite of the fact that we've been saved. De sokszor így eltoljuk. But you know, many times we push it away. Naivitásból. Out of naivety. Meg farizeusságból. And out of a Pharisee attitude. A naivitás része az, hogy jó, de hát ő egy testvér, hát keresztény, ő biztos nem tenne ilyet. And naivety is when you think, oh, he's a, or she is a Christian, you know, they would never do such things. A farizeus része meg az, hogy hát mi keresztények vagyunk, mi ilyet sosem tennünk. And the Pharisee a part of it or aspect of it is like, oh, we are Christians, we would never do such things. Ez mind a kettő rossz. But both attitudes are wrong. Mi minden bűnre képesek vagyunk. Because we are capable of all sins. Keresztényként, megváltottként. Even as Christians and as God-saved people. Én sajnos minden bűnre képes vagyok. Unfortunately, I personally am capable of all kinds of sin. Hála Istennek nem teszek meg mindent. Oh, thank God I don't commit all kinds of sins. Hála Istennek vannak olyan bűnök, amik egyáltalán nem is vonzanak. And thank God there are certain sins that don't attract me at all. Nem ennyire erősen ellenállok, hanem nem érdekel. And it's not because I resist so much, but because I just don't care about them. Nekem ez nem kísértés. And they are no temptation for me. Nem ellenállok, hanem ha fizetnének, se csinálnám. Mert nem. So it's not like I'm resisting these sins, but it's just they are no temptation for me, and even if I was paid for them, I wouldn't do them. És amikor beszélgetek valakivel, aki valami ilyen bűnnel küszködik. And if I get to talk to someone who is struggling with such a sin. Igen, csak kijavítottam magam nyelvtanilag. Akkor néha így magamban elmormolok egy imát, hogy hála Istennek, hogy nekem ez nem kísértés. Then I actually start praying, to myself, and I'm like, oh, thank God, this is not a temptation for me. De nem azért, mert hát én ilyet soha nem tennék. But it's not because I would never do such a thing. Nem úgy örülök, hogy én nem akarok ilyet tenni, mert akkor én is tenném. But I'm glad that I don't want to do that thing, because if I wanted to, then I would actually do it. Hogy legalább ezzel nem kell harcolnom. So I'm glad that I don't have to struggle with this sin. Úgyhogy ne nézzetek le olyan embereket, akik olyan dologgal küzdenek, amit én soha nem tennék. So don't look down on people who struggle with sins that you think you would never do. Hanem legyetek hálásak, hogy nektek ez nem kísértés. But be thankful that it's not a temptation for you. Egyel kevesebb dologgal kell harcolni. And you need to struggle with, you know, one fewer things.
Mert vannak azonban más bűnök. Because there are other sins. Amikkel én meg bajba vagyok. That I'm in trouble with. És nem örülök neki. And I'm not glad about that at all. És küzdök. And I'm struggling. Több kevesebb sikerrel. With more or less success. És ha belelátnátok a fejembe, amit hál' Istennek nem tesztek, vagy nem tudtok. And if you could read my mind or saw what's going on there, and thank God you can do that. Akkor lehet, hogy azt mondhatok, hogy tehát keresztény ember ilyet nem akar. Then you would say, oh, but come on, I mean, a Christian man wouldn't want to do that. Hát én igen. Well, yeah. És ez, I do. Ez rossz. And this is wrong. Úgyhogy legyünk nagyon óvatosak ezekkel a kategóriákkal. Okay, so let's be cautious with these categories. Hogy ez még belefér, ezzel még a keresztények is küzdenek. So, you know, sometimes say, oh yeah, this is still okay because even Christians struggle with that sometimes. Egy kis gyorshajtás. Speeding, you know. Az olyan, nem tudom, az olyan kultúrált bűn. Speeding is sort of like a civilized sin. Ezek to commit. A szalon keresztények. But these are like snob Christians. Igen. Snob Christians. Hogy ilyen kis eltartott kisújjal szemléljük a bűnöket. That we are holding our pinky finger, and this is how we view sin. De így ítélkezünk másokkal. And this is how we judge others. A saját bűneink, hát igen, hát a sátán, de gonosz. But when it comes to our own sins, oh yeah, I mean Satan, you know, he's so wicked. Ő meg, hát, borzasztó ez a, nem is keresztény. But I mean, come on, they're not even Christians. Bűnösek vagyunk. So we are sinful. Meg vagyunk váltva. We are saved. De esendőek vagyunk. But we are still frail or fallible. Koszosok, néha mocskosak. And we are dirty and even filthy sometimes. Nektek volt már olyan keresztényként, hogy így megundorodtatok saját magatoktól? Has it ever happened to you that as a Christian you were disgusted by yourself? Hogy már komolyan nem értetted, hogy miért vagy ilyen? Like you seriously didn't understand how come you are like that. Nekem volt. And it has happened to me. Borzasztó érzés. And it's a horrible feeling. És egyetlen nem vagyok rá büszke. And I'm not proud of it at all. De tudtam, hogy Jézushoz kell mennem. But I knew that I would have to go to Jesus. Mert ő meg fog bocsátani. Because he's going to forgive me. És meg fog tisztítani. He's going to cleanse me. És újjátesz. And he's going to renew me. És ha kell, minden nap újjátesz. And he is renewing me, or he renews me every day. És ez jó. And that's good. És az is jó, hogy szükségünk van rá. And it's also good that we need that. Néha jó besokalni magunktól. Because sometimes it's good to be fed up with ourselves. És Jézushoz szaladni. And to run to Jesus. Sose gondoljuk a másikat rosszabbnak magunknál. We should never think of the other person as being worse than we are. Mert hogy én olyat soha nem tennék. And we should never think, you know, oh, I would never do such a thing. De sose gondoljuk magunkat se mindenkinél rosszabbnál. But we shouldn't think of ourselves as being worse than anyone else either. Ó, hát te nem tudod, hogy én milyen rossz vagyok. Oh, you don't know. I mean, you can't even imagine what a bad person I am. Ez mind a kettő önteltség. And both attitudes are arrogant. Mi mindannyian bénák vagyunk. Because we are all lame. És Jézus az, akire szükségünk van. And we need Jesus. Kb. Ennyire vagyunk fontosak a bűnökkel való, vagy a bűneink között való versengésben. And this is how important we are in our competition with being sinful. Jézus nagyon is megértő volt a csalóval, meg a vámszedővel, meg a prostituáltal is. So Jesus was very understanding with or compassionate with the you know with the swindlers, with the tax collector, with the prostitute. Nagyon haragudott a farizeusokra. And he was mad at the Pharisees. De volt olyan farizeus, akivel kedvesen beszélt és tanácsolta. But there were Pharisees that he talked nicely to and he gave them counsel. Mert a szíveket nézte. Because he looked at what was in their hearts.
Szóval legyünk tisztában nyugodtan a saját bűnös természetünkkel. So let us be aware of our sinful nature. De legyünk tisztában Jézusnak a megtisztító erejével. But let's be aware of the cleansing power of Jesus as well. De ha visszamegyünk az ige szakaszhoz. But if we go back Mózes arról beszél, hogy lesznek gyilkosok közöttünk. So here Moses tells us that there will be murderers among them. Ez nagyon biztató. This is quite promising. És mi jár a gyilkosoknak? And what does a murderer deserve? Halál. The death penalty. Ószövetségben vagyunk, szemet szemért, fogat fogért. Okay, we are in the Old Testament, so eye for an eye and tooth for a tooth. Vérbosszú. And blood feud. Ez egy nagyon fontos és gyakran előjövő fogalom a Bibliában. This concept comes up in the Bible over and over again. És nem csak a Bibliában, hanem a föld összes kultúrájában. And it doesn't only come up in the Bible, but we see it appear in many different cultures in the world. A vérbosszú az az igazsághoz szervesen hozzátartozik. The blood feud was an integral part of administering justice. Már mindennek az elején Káin az 1 Mózes 4-ben attól félt, miután megölte Ábelt, hogy most ő akárhova megy, őt majd bárki megölheti. At the beginning of all things, you know, in Genesis, Cain, after killing Abel, he was afraid that now everyone could kill him. Mert ez volt a törvény, ha valakit megöltél, akkor az életeddel felelsz ezért. Because this was what the law said, that if you killed someone, you know, then your life could be taken as well. A vérbosszú az törvényes volt. And so blood feud was something legal. Családtagoknak gyakorlatilag kötelező volt ezt végrehajtani. In fact, practically it was mandatory for family members. Ugye Káinnak pehje volt, mert gyakorlatilag mindenki családtag volt, aki a földön élt akkoriban, tehát őt tényleg bárki megölhette. Okay, Cain had bad luck because basically everyone was a family member at the time, so seriously anyone could kill him. És ez a Bibliában nagyon sokszor le van írva. Itt most kiírtam egyet az 1 Mózes 9:6, hogy aki ember vérét ontja, annak vérét majd ember ontja. And it appears many times in the Bible, and I just want to read out one verse in Genesis 9:6, which says, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in his own image. Azt nem lehet megtörlatlanul hagyni, hogyha valaki megöl valakit. So if anyone killed another person, it couldn't be left without being avenged for. Életet életért, ez volt a törvény. So a life for a life, that was what the law said. Isten viszont azt mondta Mózesnek, hogy ne így menjenek tovább a dolgok. God, on the other hand, told Moses that things should not continue in this way. Behoztalak titeket az ígéret földjére, most egy picit legyen ez másképpen. Okay, so I brought you into the promised land, so you should do things differently from now on. Ez nagyon érdekes, hogy Isten látszólag megváltoztatja a véleményét. And it's quite interesting to see that seemingly God changes his mind. Akkor a gyilkolás most már nem bűn innentől kezdve? Okay, so does it mean that from now on murder is no longer a sin? Ez olyan, tök jó, hát ha ez így megy tovább, akkor majd egyre több könnyítés lesz. Okay, and you know, it's quite, I mean, it's great because then it means that things will lighten up, or will be lighter or easier after a while. Nem tudom, Istennek jobb kedve lesz, akkor nem tudom, a házasságtörése lesz bűn, a lopás se lesz bűn. Okay, so if God is in that mood, then he will declare that adultery, you know, or stealing are no longer sinful. És ez ilyen nagyon ilyen 21. századi dolog, hogy más időket élünk, az akkoriban még bűnnek számított, de ma már azért másképp van. Már tudjuk, hogy másképp van. And this is very much like a 21st century thinking, you know, saying that times have changed, that of course it was a sin at that time, but we know that, you know, things are different now and it's no longer a sin. De Isten nem ad felmentést a bűn alól. But God doesn't make us immune from sin. Sem akkor, sem ma. Neither did he do that at that time, and neither does he do it today. És az sem változott egy picit sem a világ kezdete óta, hogy mi számít bűnnek. And it hasn't changed even a bit from the beginning of the world what is considered to be sin. Egyetlen egy dolog változott. One thing only has changed. Hogy Isten menekülő utat készített. That God has made a way out.
Ha hibáztál, so if you made a mistake, és fogsz hibázni, and you will make mistakes, akkor van hova futni. Then there is a place that you can run to. És az Ószövetségben ezek voltak a menedékvárosok. And in the Old Testament, these places were cities of refuge. És a negyedik verstől a hetedik, nyolcadik versig az így hangzik. And I will read out verses 4 through 8. Életben maradhat az oda menekülő gyilkos abban az esetben, ha nem szándékosan ölte meg a fele barátját, és nem gyűlölte azelőtt. Ha tehát valaki elmegy az erdőbe fele barátjával fát vágni, és favágás közben meglendül a keze a fejszével, a vas lerepül a nyeléről, és úgy eltalálja fele barátját, hogy ez meghal, akkor meneküljön a városok egyikébe, hogy életben maradhasson. Mert ha a bosszúálló rokon haragra lobban és üldözőbe veszi a gyilkost, akkor utolérhetné és megölhetné, ha túl hosszú lenne az út, pedig nem méltó a halálra, hiszen ő nem gyűlölte azt azelőtt. Ezért parancsolom meg neked, hogy jelölj ki három várost. Isten azt akarta, hogy tegyenek ezentúl különbséget a szándékos gyilkosság és a véletlen gyilkosság között. Okay, so God wanted them to differentiate between premeditated murder and unpremeditated murder from that point on. Mert régen ez nem így volt. Because some time ago it wasn't like that. Szemet szemért, fogat fogért. But basically the rule was, you know, eye for an eye and tooth for a tooth. A vérbosszú az kötelesség volt. And this blood revenge was mandatory. És a halál az nem maradhatott meg torolatlanul. And death had to be avenged for. És amikor jött a felbőszült rokon, hogy agyonverje a testvére gyilkosát, akkor azzal nem lehetett leállni, így megdumálni, hogy figyelj, nem úgy volt. Okay, and when the outraged relative came, you know, who wanted to take revenge for the murder of his, you know, brother or sister or whatever, then you couldn't just stop and start discussing with them, you know, that it didn't happen like that. Pedig lehet, hogy véletlenül történt. You know, it might have happened by accident. Lehet, hogy nem is úgy volt. Or maybe it wasn't so. Lehet, hogy mi nem látunk minden részletet. And we might not see all the details. Lehet, hogy ez az illető nem érdemel halált. Or maybe this person does not deserve to be put to death. És lehet, hogy most azt gondolod, hogy aj, de barbárok voltak régen. And maybe you think of these people, you know, that they were like savage people. Nem gondolkodtak, csak mentek bosszút állni. They didn't even stop to think, they just went to take revenge. De mi ugyanezt csináljuk. But we do the same. Nem ölünk le embereket ilyen gyorsan. Okay, we don't kill off others, you know. De so fast. Egy pillanat alatt felállítjuk a diagnózist. But in a split second we set up a diagnosis. Ő ezt és ezt csinálta, mert ő ilyen ember. Well, he did this and that because he's a person like that. És ha nem lenne ilyen, akkor nem tenne ilyet. And if he wasn't like that, then he wouldn't do such things. És azért tette, mert csak. And he did that because. És azt mi tudjuk. And we know that. Pedig lehet, hogy tévedünk. Although we might be wrong. Lehet, hogy nincs igazunk. And maybe we are not right at all. És hál' Istennek ma már nem állunk vérbosszú, de nagyon gyorsan ítéletet hozunk. And fortunately, we don't practice blood revenge anymore, but we are so quick to pass judgment on others. És magunkban kimondjuk rá halálos ítéletet. And we actually put them to death or sentence them to death in ourselves. És leírjuk, elengedjük. And you know, we just write them down and we let go of them. Pedig Istennek nem ez az akarata. Though this is not God's will at all. Hol vagyok? Igen. És ennél már csak az a nehezebb, amikor nem külsősként dumálunk bele valamibe, hanem rólunk van szó. And what is even more difficult than that is when we are not outsiders in a situation, you know, interfering as outsiders, but we are the ones who have been offended. Mi vagyunk a sértettek. Okay, so we've been offended. Ellenünk vétkezett valaki. Somebody committed a sin against us. Milyen gyorsan ítéletet hozunk. So how fast can we pass a judgment on them? Pedig lehet, hogy tévedünk. And we might be wrong. Nekünk a feleségemmel van egy ilyen szabályunk. We have a rule at home with my wife. Elég sokszor betartjuk. And most of the time we keep this rule. És ez a neve, hogy mindig a legjobbat feltételezni. And basically what we call it is like giving the other the benefit of the doubt. És amikor jön és mondja és
és nagyon rosszul esik. And when she comes and you know she fordítva mondom, biztos meghallgatja. Amikor én megyek és én mondom és nagyon rosszul esik neki. Okay, I'm reversing the example because she must be listening to this sermon. So if I go up to her, you know, I call her names and you know, say all kinds of horrible things and of course she's offended. Akkor ha megpróbálja a legjobbat feltételezni, then if she's giving me the benefit of the doubt, akkor nem azt feltételez, hogy én utálom, then she doesn't assume that I hate her, hanem lehet, hogy csak nagyon rossz napom van. But she assumes that I've had a really bad day. Vagy éppen nagyon felhúztak. Or you know somebody, I don't know. I mean I hit the roof because of someone. És ez óriási segítség egy kapcsolatban. And this is enormous help in a relationship. Amikor így ki lehet engedni a szelet a vitorlából. When you can actually let some steam off. Szóval, ha valaki gyilkolt véletlenül, akkor tudta, hogy hova kell futnia. Okay, so if someone killed another person by accident, they knew where to turn to. Mert volt hova futnia. Because they had a place to run to. Mert Isten nem akarja, hogy a bűn az végleg elrontson mindent. Because God doesn't want sin to ruin things, you know, once for all. Lesz bűn. There will be sin. Mindenki követel hibákat. Because everybody makes mistakes. Ott volt gyilkosság. And murder happened. De Isten azt akart, hogy legyen folytatás. But God wanted people to have a future. Hogy legyen helyreállítási lehetőség. That they would have an opportunity to be restored. Hogy legyen gyógyulás. And that there would be a place of healing. Ez nem jelenti azt, hogy a bűn már nem számított. And it doesn't mean that sin no longer matters. Isten nem azt a törvényt hozta, hogyha valaki megölt valakit, az többé ne bántsák. So God did not pass this law that if someone killed someone else, then others are never to harm him. Mindig van következmény. Because there is always a consequence. A bűn zsoldja a halál. Because the wages of sin is death. Utálom ezt az ige verset. I hate this verse, by the way. És nem változik. And it hasn't changed. Ószövetségben is így volt, és az új szövetségben is így van. It was true in the Old Testament, and it's still in the New Testament as well. És Jézus kegyelmes, meg szerető, meg jöjjenek hozzám a kisgyermekek, de a bűn zsoldja az a halál. Okay, so Jesus is loving, you know, and gracious, and let the little children come to me, but the wages of sin is death. Egy dolog változott. One thing has changed. Hogy most már van hova futni. That there is a place to run to. És az Ószövetségben ezt úgy hívták, hogy a menedékváros. In the Old Testament, this place was called the city of refuge. És ez a menedékváros gondolata, ez amúgy annyira újszövetségi. And the city of refuge concept is a very New Testament-like concept. Ez annyira Jézusi. This is very Christ-like. Ha vétkeztél, fuss ő hozzá. If you committed sin, then run to him. Van hova menekülnünk. So we have a place to run to. A Biblia annyiszor használja, Pál annyiszor írja azt, hogy van kihez menekülnünk. In the Bible we find this term a lot, and Paul uses it a lot when he says that there is someone that we can run to. Hogy Jézushoz menekülünk és megragadjuk őt. That we run to Jesus, we grab a hold of him. Most mi megváltott keresztények tudjuk, hogy Jézus a mi menedékünk. Okay, so we being Christians who have been saved, we know that Christ is our refuge. És most már nem csak a gyilkosságra vonatkozik, ha elbuktunk, meneküljünk hozzá. And it's not only true when we committed murder, but you know we can commit any sin and we can run to him. És el fogunk bukni. We're going to fail. Lesz bűnünk. That's for sure. We're going to commit sin. A sátán állandóan lépre csal minket. Because Satan keeps ensnaring us. Mi megbedőlünk. And we fall for it. És szaladhatunk Jézushoz. And then we can run to Jesus. Szaladunk? Are we running to him? És ez a nagy kérdés, hogy szaladunk? This is the big question. So do we really run to him? Vagy maradunk, ahol vagyunk? Or are we staying where we are? Ma már nem jönnek a rokonok, nem ölnek meg minket. Okay, relatives no longer come to kill us. Úgyhogy tulajdonképpen úgy el is lehet lenni. So actually, you know, we can just get by somehow. És ez nagy baj. And this is a big problem. Ez a menedékvárosos dologhoz van egy nagyon hasonló történet szintén a Mózes
negyedik, vagy hát a Mózes negyedik könyvében. There is a story which we can find in the book of Numbers, which is very similar to this city of refuge concept. Ez a részkígyónak a története. And this is the story of the bronze serpent. Izrael lázadozott. Israel was rebelling against God. Már vissza akartak menni Egyiptomba, sokat szóra. They wanted to go back to Egypt, you know, for the zillionth time. És Isten megküldte őket mérges kígyókkal. And God sent poisonous snakes to attack them. És azt olvassuk, hogy nagyon sokan meghaltak. And we read that many died. És Mózes fohászkodott a népért. And Moses prayed for the people. És akkor azt mondta Isten Mózesnek, hogy állíts fel egy részből készült kígyót, and póznára. Then God told Moses to put a bronze serpent on a pole. És aki arra tekintett, az életbe maradt. And whoever looked upon that bronze serpent, they stayed alive. Egyébként gyerekkoromban mindig kiakasztott ez a történet. Ez is sok, igen, tehát ilyen kiakasztott néhány bibliai történet, ezt látjátok. Okay, so when I was a kid, this story freaked me out, and actually quite a few Bible stories flipped me out. Traumatikus élmények. So these are traumatic memories for Mert me. Ez egy jó sztori. Because this is a good story. És Jézusi előkép megvan. And you know the antitype of Jesus and whatever. De mennyi ideig tartott egy ilyen részkígyót megcsinálni? Tehát hányan haltak meg közben még? És így elképzelem, hogy Mózes csinálna azt a kígyót. Hát... How long must it have taken to make such a bronze serpent? You know, I'm sure you know people were like, okay, Moses, you know, hurry with that bronze serpent. And how many people died, you know, while he was making that serpent? És akkor felállították, és ez volt a szabadulás. And then they set up that pole, and that brought deliverance. Ez lett a menedék. So it was their refuge. Ez volt a megváltásuk. And it was the redemption for them. De ez nem volt automatikus. But it was not automatic. És ez, ahogy igaz, ezekre a szegény zsidókra, akiket éppen mar a mérges kígyó. And as it is true of these poor Jews that had just been bitten by poisonous snakes. Ugyanez igaz a menedékvárosba futókra. The same is true of those people who fled to these cities of refuge. És ma is, ma ránk is. And it's still true of ourselves. Hogy mi kell ahhoz, hogy megmeneküljünk? What does it take for us to flee Mert or find refuge? Automatikus. Because this is not automatic. És sosem volt automatikus. And it has never been. És Isten nem azt mondta, hogy jó, mérges kígyók vissza. And God didn't say, okay, poisonous snakes back. Pedig ez is lehetett volna. I mean, he could have said that. Nem, ő elkészített egy menekülési utat. No, he prepared the way out. És ezt végig kellett játszani az embereknek. And people had to go through this. Nem volt nagy dolog. It wasn't a big deal. És ma sem az. And it's not a big deal even today. De akkor is meg kellett tenni. But they needed to do that. Mi kellett ahhoz, hogy ez összejöjjön? Okay, so what did it require? Először is kellett a baj maga. Well, first of all, you know, there was trouble that was there. A mérges kígyók. The problem itself, that was the poisonous snakes. Vagy, hogy véletlenül megöltél valakit. Or, the problem was that you accidentally killed someone. Vagy, hogy mi bűnbe esünk. Or, for example, as for ourselves, that we fall into sin. És ez fontos látni, hogy ez van, ez mindig lesz. And it's important to know that it will always be there. Aztán el kellett ismerniük, hogy baj van. Then they needed to... recognized that there was a problem. Észlelnie kellett, hogy az rossz, hogy egy vipera marja a bokáját. They needed to realize that it was really bad that they were being bitten by a viper. Azért röhögünk, mert elfelejtjük, hogy ma ugyanezt csináljuk. And we laugh at that because we tend to forget that we are doing the same thing today. That's why you're laughing. Hogy bűnben élünk. That we are living in sin. És mindenki frászt kap körülöttünk. And you know everybody is freaked out. És figyelmeztetnek minket. And they warn us. És könyörögnek. And they beg us. És mondjuk, nem olyan komoly dolog ez. And then we just shrug our shoulders and say, well, it's no big deal. És ezen már nem röhögsz. And you're not laughing at that anymore. Ez nagy baj.
And this is a big problem. Hogy nem vesszük észre, hogy bűnben élünk. That we don't realize that we actually live in sin. És képzeld el, hogy ott rákiabálnak, hogy nem tudom, Józsué, nézd már, harapja a lábadat, szúnyogcsípés. Az baj. Okay, so just imagine that someone is saying to the other person, like, Joshua, look, like a poisonous snake is biting you, and, you know, he's like, whatever, it's just, you know, mosquito bite. That's a problem. Hogyha nem gondolod, hogy amiben vagy, az rossz, akkor nem fogsz segítséget kérni. If you don't think that whatever you're in is wrong or bad, then you won't ask for help. Akkor nem fogsz a menedékvárosba rohanni. Then you won't run to the city of refuge. Aztán az is kell, hogyha észleled, hogy baj van. And if you realize that something's wrong, hogy ne próbáld magadat megmenteni. Then another thing that is necessary for you is that you shouldn't make excuses for yourself. Teszek rá kenőcsöt. Elmúlik. And you know, you say like, I put some ointment on it, you know, and it will go away. Mi állandóan le akarjuk győzni a bűnt. We always want to overcome sin. Megoldom, ne aggódjatok, megoldom. Don't worry, I'll fix it. Ezt olyan gyakran mondjuk. So many times we say that. Okay, értem, hogy aggódsz. Tényleg van baj, de megoldom. Okay, I understand, you know, I can relate to you. I understand that you are worried about me, but I'm gonna fix it. Okay, so don't worry about me. Ez nem erősebb nálam. It's not stronger than me. Bármikor abba tudnám hagyni, csak nem akarom. I could stop anytime, you know. I just don't want to. És így próbáljuk öngyógyítani magunkat. And we try to heal ourselves by that. Ez nagy baj. This is a big problem. Mert még mindig nem menekülünk. Because then we are not going to run. Még mindig nem nézünk a kígyóra. And we still won't look upon the serpent. Még mindig nem megyünk Jézushoz. And we won't go to Jesus then. És ez a negyedik dolog, Jézusra kell nézni, idézőjelben. And the fourth thing is that in these moments you need to look upon Jesus. A kígyóra kellett nézniük, a részkígyóra. In those times they had to look at the bronze serpent. A menedékvárosba kellett szaladni. And they needed to run into the city of refuge. Ma már nagyon sokféleképpen lehet elszámolni a bűnnel. In these days we can, you know, handle or deal with sin in many different ways. De bemártam őket csak, hogy tudjátok, hogy vicces képeket küldözgetnek nekem minden az első sorból, hogy megzavarjanak. A pásztor, meg a dicsőítés vezető. Gyalázat. The pastor and the worship leader are sending me funny pictures during the service, okay? Na jó, I will tell on them. Na, and I'm gonna tear my clothes. Szóval. Okay. Ma azt hiszük, hogy ezt, hogy a bűneinket azt el lehet intézni. Okay, so today we think that we can deal with our sins these lehet days. Lehet rá legyinteni. You know, we can just somehow be indifferent about them, just lehet, wave about lehet them. Mást hibáztatni érte. We can blame others for them. Lehet inni rá. We can drink on them. Nagyon sokszor működik. It works. A lehet lot of the time. Benne maradni, nem mindegy. We can remain in our sin, does it matter? Ez mind önbecsapás. But this is all self-deception. És nem fogunk megmenekülni. And we won't rescue them. És ez egy óriási baj, hogy nem vállaljuk föl a saját bűnünknek a felelősségét. And it's a great problem that we actually don't take responsibility for our own sins then. Kicsinyítjük a súlyát. And we diminish its significance. Másokat hibáztatunk. And we blame others. És nem indulunk el az Isten által elkészített úton. And we don't set out on the path that God had prepared for us. Pedig az miattunk van ott. Though it's there for us. A menedékváros az a gyilkosokra várt. The cities of refuge were waiting for murderers to arrive. A részkígyó az a haldoklókra várt. And the bronze serpent was waiting for the dying people. És Jézus pedig a bűnösökre vár. And Jesus is waiting for sinners. Miért
Miért csináljuk ezt? Miért mentegetjük magunkat? And why are we doing that? Why are we making excuses for ourselves? Sőt, inkább másokat befeketítünk, ő rosszabb nálam, csak hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat. In fact, we shed bad light on others, you know, oh, he's way worse than me, just to feel better about ourselves. Mert nem akarunk kiszolgáltatottak lenni. Because we don't want to be exposed to something. Nem akarjuk vállalni a felelősséget a bűneinkért. And we don't want to take responsibility for our sin. Mert tudjuk, hogy a bűn zsoldja a halál. Because we know that the wages of sin is death. De nekünk már nem kell meghalni. But we do not need to die anymore. És ezt nem kéne elfelejtenünk. And we shouldn't forget that. Mert Jézus már meghalt értünk. Because Jesus already died for us. És ez az örömhír. And this is a good news. Nem kell magunkat mentegetni, mert már van, aki megmentett. We don't need to rescue ourselves because someone has already rescued us. Augustinus vagy Ágoston vagy Szent Ágoston, kinek hogy tetszik, mondott egy nagyon jót. So Saint Augustine said something that was very good. Hogy Uram, ments meg engem attól a legnagyobb szenvedélyemtől, hogy örökké magamat mentegetem. Lord, save me from my greatest passion that I keep making excuses for myself. Ne mentegessük magunkat. So let's not make any excuses for ourselves. A menedékváros ott volt. The cities of refuge were there. Nyitva volt állandóan. And they were open all the time. És közel volt. And they were close. Tudjátok, miért volt közel? Do you know why they were close? Hogy ne legyen nehéz odaérni. So that it wouldn't be difficult for people to reach them. És azért volt több szétszórva az országba, először 3, aztán már 6, hogy mindenki oda tudjon érni, ne csak a fővárosiak. And there were first 3 cities and then 6 cities and they were scattered all over the land so that people living in the countryside would also be able to reach them on time and not only people living in the capital. És ez annyira Jézusi. And this is so Christ-like. Ha ő elkészíti a szabadulás útját, akkor az mindenkinek ott van. If he prepares a way out, then it's available for everyone. És mi annyiszor gondoljuk, hogy azért nekem nehezebb. And so many times we tend to think, oh, it's more difficult for me. Nagyobb terhet rakott rám az Isten. Because the Lord has placed a greater or a heavier burden on me. Jézus mindenkihez ugyanolyan közel van. But Jesus is as close to you as to everyone else. És ha Mózesnél figyelt erre, Isten akkor ma is figyel arra. And if God paid attention to this with Moses, then he still pays attention to that. Nem vagy messzebb Istentől, te sem. So you're not further away from God. Nem vagy nehezebb helyzetben. And you're not in a more difficult situation. És tudjátok, Isten nem egy passzív Isten. And you know what? God is not a passive God. Nem ül és lógatja a lábát a felhőről és nézi, hogy hogy boldogulunk. He's not just sitting on a cloud, you know, I don't know, hanging his feet, you know, seeing how we are doing. Volt egy haverom, akinek egyszer beszéltünk arról, hogy Jézus az ajtó előtt áll és zörget. I had a buddy, and once I told him that Jesus was in front of the door, he was knocking on the door. Próbáltuk így megtérésre ösztönözni. We wanted to make him, you know, trust Christ. És mondta, hogy ne álljon ott, azt koporoljon, jöjjön be, azt segítsen. His response was, he shouldn't just be standing there, you know, but he should just come in, you know, and help me. Jézus nem erőszakolja magát rá senkire. But Jesus does not force himself upon anyone. Nekünk kell felé lépni, de nincs messze. We need to take a step towards him, but he's not far away from us. Nekünk kell beengedni. And we need to let him in. Nekünk kell felnézni a kígyóra. And we need to look up on the serpent. Nekünk kell őt hívni. And we need to invite him. Nekünk kell a segítségét kérni. And we need to ask for his help. Az ige szakaszban még azt is elolvashatjuk, hogy Isten külön mondja Mózesnek, hogy készítsenek utat a menedékvárosokhoz. And in this passage we read that God told Moses specifically that they should build roads leading to these cities of refuge. Hogy könnyű legyen oda menni. So that it would be easy for people to access them. Tök érthető lenne, ha az lenne, hogy itt így 3 hegyen túl, a sivatagon át, a vízesés mögött elrejtve ott van a menedékváros. It would be totally understandable if these cities of refuge were somewhere, you know, like you need to climb 3 mountains and then go through the desert and after a waterfall, you know, somewhere you will find this city of refuge hidden. Az Indiana Jones filmekben mindig így nagyon el vannak rendve ezek a dolgok, és 3 belehalnak, mire odaérnek. In Indiana Jones movies, these things are always well hidden, and of course 3 people die, you know, by the time they would get there.
Most bizonyosodott be, hogy az Indiana Jones filmek nem hívő filmek. Most jöttem rá. Now, this is evidence for me that Indiana Jones movies are not Christian movies. I just realized. Nincs időm, de ezt gyorsan elmondom. Szegény édesapám, aki biblia tanító volt, hogy elszomorodott. I just want to share with you, we don't have much time, but my poor dad, who used to teach the Bible, he was really sad. Amikor megnéztem titokban az Indiana Jones és az elveszett Fridláda fosztogatót a moziba, és mentem haza lelkesen mesélni, hogy milyen jó sztori volt ez, és így fogta a fejét, hogy te erről még nem hallottál a Frigyládáról, és így látszott, hogy nekem annyi. Okay, so okay. In secret, I went to watch Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, and then I went home from the movie theater and I told my dad, you know what a great movie it was, and then he was like, oh come on, did you not hear about the Ark? And I was lost. Na mindegy. Szóval én ebből tanultam meg egyébként, hogy ilyen van. So I learned about the Ark from this movie. De az a lényeg, hogy Isten elérhető menekülési utat készített. Okay, but the point is that God has prepared a way out that is accessible for us. És ma is az Atya utat készített magához. And even today the Father is preparing a way that leads to himself. És ez Jézus maga. And this is Jesus himself. Jézuson keresztül mehetünk az Atyához. So we can access the Father through Jesus. Sőt, elküldte a Szent Lelkét, hogy ehhez az úthoz oda vezessen minket. In fact, he sent his Holy Spirit so that he would lead us to this road. Nem az, hogy így keresgélünk, hogy vajon melyik út vezet a megváltáshoz, amit nagyon sokan tesznek ma. So we don't need to, you know, just go about trying to find which way leads to salvation, and many people do that. A Biblia nagyon sok dologban nem fogalmaz világosan. In many areas, the Bible doesn't give us a clear-cut opinion or a rule. Bizonyos dolgokban viszont nagyon világosan fogalmaz. But in certain things, it's very clear. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, és csak rajtam keresztül lehet menni az Atyához. Ez elég világos. So Jesus said that I am the way, and no one can go to the Father only through me. Now this is pretty clear. A menedékváros elérhető volt. So the city of refuge could be reached. Út vezetett oda. And there was a road leading up to it. Mindenki tudta, hogy hol van. And everybody knew where they were. És mit kellett tenni? And what did they need to do? Szaladni. They needed to run. Tudjátok, ki az, aki szalad? Do you know who are the ones who are running? Aki tudja, hogy bajban van. The ones who know that they are in trouble. Aki tisztában van vele, hogy mit vétett. Who are aware of what they had committed. És erről kezdünk leszokni. And we are trying to give up on this. Mert a bűnt azt meg lehet szokni. Because we can get used to sin. Hát én ilyen vagyok. I'm like that. Sőt, még jobb, Isten ilyennek teremtett. In fact, we tend to say, oh, God created me like that. Akkor meg most mit csináljak ezzel? Then what am I to do with this? Olvastam egy nagyon jó mondást. I read a very good saying. Ezt egy 17. századi emberke mondta. And a person from the 17th Régen century mindenki said mindenki olyan okosakat mondott. Some centuries ago, everybody said very clever things. Azt mondta, hogy a szem az látásra és sírásra van teremtve. Okay, so he said that the eye was created for seeing and for weeping. Mert először látnunk kell a bűneinket, hogy tudjunk rajta sírni. Because first we need to see our sins so that we can weep over them. Nagyon fontos, hogy felismerjük a bűnünket. So it's very important for us to realize our sins. Nagyon fontos, hogy szembesüljünk vele. And it's very important for us to face them. Mert különben nem fogjuk megbánni. Otherwise we won't repent from them. Fontos a bűnt néha nevén nevezni. And when it comes to sin, it's important to call a spade a spade. Tudom, hogy kegyelemben élünk, meg ez a Golgota, és de néha beszélni kell a bűnről. And I know that we are living in grace and this is Calvary Chapel, but yes, sometimes we need to talk about sin. Mert nem tudunk megszabadulni, ha nem mutatunk rá. Because if we don't point to it, then we won't be able to be free from it. Sokszor azt gondoljuk, hogy ezt úgy illik, hogy szemet hunyunk felette. And many times we think, you know, that it's polite to turn a blind eye. Minek háborgatni? And why should we bother?
ez tényleg kényelmesebb. And yes, this is a way more convenient, I know. De nem lehet belőle gyógyulás. But then it won't produce healing. Nem lehet bűnbánat. And then it won't produce repentance. És nem lehet Jézushoz való menekülés. And then we won't flee to Jesus. Ugye, azért ez nyomasztó egy kicsit. This is depressing a bit, isn't it? Ki akar állandóan a bűnös mi voltával foglalkozni? Whoever wants to focus on their, you know, sinful nature all the time. Azt értsétek meg, hogy hívő emberként ez felszabadító. But I want you to understand that as Christians, it's actually freeing. Örülnünk kell, ha felfedezzük a bűnünket. Egyébként nem kell azt általában olyan sokat keresni. We should be glad if we realize our sin and it doesn't take long to find them. Mert gyógyulni csak így lehet. Because this is the only way to be healed. Ne szokjuk meg a bűneinket. We shouldn't get used to our sins. Ne hitessük el magunk, hogy ez nem is olyan nagy baj. And we shouldn't make ourselves believe that, oh, it's not such a big problem. Mert akkor nem tudunk meggyógyulni. Because then we won't be healed from them. A Jónás sztoriában az a kedvenc részem, amikor ott mindenki mondja, Jónás, miért van ez a vihar rajtunk? És azt mondja, hogy miattam. My favorite part in the story of Jonah is when you know, all these seamen ask him, Jonah, why is this big trouble upon us or this big storm? And he says, because of me. Felvállalta a felelősséget. So he took responsibility. Ezért szembe kellett néznie a halál veszéllyel. And therefore, he had to face even the potential of death. De aztán Isten megmentette. But then God saved him. Gyorsan befejezem. Mert van itt még valami a végén, ami egy kicsit cifra. I finish up quite quickly, because there is something tricky here at the end. Összefoglalom, arról szól, hogyha valaki viszont direkt öl, és nem véletlenül. Okay, I'm going to summarize it. So the point is that if someone doesn't kill someone else by accident, but it's a premeditated murder. És mégis bemenekül egy ilyen menedékvárosba. And yet he flees into a city of refuge. Akkor gyűjjenek össze a városnak a vénei. Then the elders of the city should gather together. És adják ki a bosszú álló rokonok kezébe. And they should hand him out into the hands of the avenger relatives. Hogy meghaljon. So that he would be put to death. És ez nehéz. And this is difficult. Mert mi általában nem véletlenül bűnözünk. Because most of the time we do not commit sin by accident. Mi direkt bűnözünk, tudatosan. But we do it on purpose. Aztán megbánom. And yes, we repent then. Aztán még egyszer elkövetem. But then I commit sin again. Aztán megint megbánom, megint elkövetem. And then I repent and then I commit sin again. És megint megbánom, és tudom, hogy mikor fogom megint elkövetni. And then I repent and I know when I'm going to commit it next. Ez nehéz. So this is difficult. És ez Istennek nem annyira tetszik. And God is not so pleased with that. És a 2. Mózesben is van ilyen, hogy ha valaki direkt öl meg valakit, és odaszalad, és belekapaszkodik az oltárba, akkor rángassák el az oltártól, és vigyék el onnan, és öljék meg. And we also find such a thing in the book of Exodus, that if someone kills another person, and then he flees into the church and clings onto the altar, then they actually need to grab him and put him to death. Hiába szalad az oltárhoz, ott nem várja menedék. So he can flee to the altar, but he does it in vain, because there is no refuge for him there. Ez egy figyelmeztetés nekünk. And this is a warning for us. Hogy ne éljünk vissza Isten kegyelmével. So that we shouldn't take advantage of God's grace. A szent helyen nem lehetett takarózni. Because in the holy place people couldn't cover up. Nincs ilyen vallásos mentségünk nekünk sem, hogy ó, Isten úgyis megbocsátja. We don't have a religious excuse for ourselves either. Oh yeah, God will forgive us. Azt mondta, hogy mindig mehetünk hozzá, bármilyen bűnnel. Oh, he said that, you know, we can always go to him with any kind of sin. Azt mondta, hogy mindig megbocsát. And he said that he will always forgive. Tényleg ezt mondta. He did say that, that's true. De ezzel ne éljetek vissza. Okay, but don't take advantage of that. Kell a bűnbánat. So repentance is necessary. Bűnbánattal kell Jézushoz mennünk. And we need to go to Jesus with repentance. És nagyon sokszor nem bűnbánattal megyünk oda. And many times we don't go to him with repentance. És ez veszélyes. And this is dangerous. Úgyhogy én bátorítalak titeket. So I'm encouraging you.
hogy legyünk tisztában a saját bűneinkkel. That we should be aware of our own sins. Szembesítsük magunkat nyugodtan a bűnös természetünkkel. And we should confront ourselves with our sinful nature. Emlékezzünk, hogy van menedék. And we should remember that there is a refuge. De oda menekülni kell. But we need to flee there. Nem pedig besétálni. And we do not need to just sort of walk by. Bűnbánattal kell Jézushoz menni. So we need to go to Jesus with repentance in our hearts. Nem pedig csak megszokásból. And not only because we are used to doing that. Ne szégyeljünk sírni a bűneink felett. So and let's not feel shame about weeping over of our sins, over our sins. Ne szégyeljük, hogyha megundorodunk magunktól. And we shouldn't be ashamed of being disgusted. Hanem örüljünk, hogy mehetünk Jézushoz. But we should be glad that we can get to go to Jesus. Mert ő tényleg vár titeket. Because he meg engem. Really is waiting for you or expecting you and me as well. És megbocsát, mindent megbocsát. And he forgives everything. És nem csak megbocsát. He doesn't only forgive. Hanem meggyógyít. But he also heals. Meg akar gyógyítani. He wants to heal. Be akar téged vonni a gyógyulás folyamatába. And he wants to involve you in the process of healing. Azt mondta a asszonynak, hogy menj el és ne vétkezz többé. Well, he told the woman, go and sin no more. Vajon vétkezett az asszony? Did she sin? Valószínűleg. Most probably yes. De szerintem már máshogy élt aznaptól. But I also do believe that from that moment on she lived a different life. És küzdött. And she struggled. És tudta, hogy hova kell menni. And she knew where to go to. És bánta a bűnét. And she repented of her sin. És a bűnbánat az változást hoz. And repentance brings change. És gyógyulást. And healing. Fantasztikus az, hogy Isten nem akarja, hogy így maradjunk. And it's amazing that God doesn't want us to stay like we are right now. Ő nem akarja, hogy a bűn után a halál jöjjön. And he doesn't want death to follow sin. Hanem azt akarja, hogy gyógyulás jöjjön. But he wants healing to follow sin. Mindannyiunk életében. And in the lives of all of us. Szó, erős vagyok, mert az Úr szelleme megerősített engem, és a szegény fel kell, így szól, örökség. Az Úr benne gazdaggá lentem. Igen, most újra az a láng, a tűz, mely mindent elégett, Jézusért menj el. Együtt hirdetem, te vagy a szent. Szeretjük téged, imádunk, Urunk. Te vagy Istenünk. Napunk és pajzsunk, hadd ragyogjon szent néped, mint fényes mennyasszony, ahogyan megállódta, hogy nemzetünk megismerjen, ti gozdó fiúként, hozzád visszaér.
Nézd meg minden eléget. Jézus hív, a mennyel együtt hirdetem, te vagy a Szent, mi szeretünk téged, imádunk, Úrú, te vagy Istenünk, a napunk és bajsunk. Elküldett fiat, hogy figyelj keresztjét, önbűnödött minden bűnünkért. Most újra az alá, a tűz mely mindent elég. Jézus, menj el együtt érted, te vagy a Szent, szeretünk. Te vagy Istenünk, a napunk és bajsunk. Elküldted fiat, elküldted. I'm very thankful for this evening because what it was all about is that there is a way out. És úgy éreztem, hogy Jézus nagyon erősen szól, hogy van menedék.
És meg akar téged menteni. And I believe that Jesus really strongly spoke to us that there is a refuge and he really wants to rescue you. János evangéliumában ő maga mondja a harmadik részben. And he himself says in the Gospel of John in chapter 3. 14. verstől. From verse 14. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az emberfiának felemeltetnie. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up. Hogy valaki higgyen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. That everyone who believes in him may have eternal life. És lehet, hogy úgy állsz itt, hogy ma este megértetted az evangéliumot. And maybe you're standing here, knowing that tonight you got to understand the gospel. Hogy ma úgy leesett, hogy be kell ismernem, és futnom kell Jézushoz. And it dawned on you tonight that you realized that you need to run to Jesus. És igen, van megoldás. And yes, there is a solution. Ha a szíveddel hiszed, ha a száddal megvallod, hogy az Isten föltámasztotta Jézust a halálból, akkor üdvözülsz. If you believe it in your heart and you confess it with your mouth that God raised Jesus from the dead, then you will be saved. Nagyon fontos tudnod, hogy szükséged van erre ahhoz, hogy megmenekulj, hogy az örök életed biztonságban legyen. And it's important for us to know that you need that in order for you to have eternal life and to be in security forever. Ha te itt vagy, és nem vagy nyugodt az örök életeddel kapcsolatban. And if you're sitting or standing here and you're somewhat worried about your eternal life, és szeretnéd ma odaadni az életedet az Úrnak. And you want to surrender your life to the Lord tonight. Úgy éreztem, hogy ki kell jönnöm, hogy vezesselek egy imában ma. I felt that I needed to come out to lead you in a prayer. Ha szeretnéd Jézust behívni az életedbe, akkor imádkozz utána, vagy magadban, vagy hangosan. And if you want to invite Jesus into your life, then I ask you to pray either to yourself or even out loud. Csak imádkozz velem. Okay, just pray along with me. Jézus, köszönöm, hogy meghaltál értem. So Jesus, thank you that you died for me. Én bűnös vagyok, te vagy a megváltó. I'm a sinner and you're a savior. Én vagyok a hibás, te vagy a megoldás. And I am the one to blame and you're the solution. Szükségem van rád. I need you. Kérlek, hogy bocsásd meg a bűneimet. And ask you that you would forgive my sins. Most hozzád futok. And I'm running to you right now. Megnyitom az életemnek a kapuját. And I'm opening the gates of my life. Arra kérlek, hogy gyere be és uralkodj. And I ask you that you would come in and you would reign. Jézus nevében. In Jesus' name I prayed. Amen. Amen. Ha te elmondtad ezt az imát most, and if you said this prayer with me, és őszintén igazán gondoltad, and you really meant it, akkor Jézus ma lakozást vett a szívedbe, az életedbe. Then Jesus started dwelling in your heart tonight. Dicsérjük tovább az Urat. Let's keep on praising the Lord. Csak álmodom arról, hogy lesz majd egy nap, mikor színre látlak. Ma csak álmodom arról. Mm.
érzek majd akkor, mikor dicsőséget vár. Talán csendben csodálnak, vagy a lábam táncot jár. Vajon térdemre hullok, vagy állva nézek rád. Hallelujját kiáltok, vagy elnémul a számba, csak álmodom arról, ma csak álmodom arról, ma csak álmodom arról. Ott lennék már, ahol a fiú a mennyek szőre vár, ma csak álmodom arról, mikor nem lesz más, csupán boldog örök imádás, ma csak álmodom arról. Érzek majd akkor, mikor dicsőséget vár. Talán csendben csodálnak, vagy a lábon táncot jár. Vajon térdemre hullok, vagy álma nézek rád. Halleluját kiáltok, vagy elnívul a számba, csak álmodom arról. Majd akkor, mikor dicsőséget vár. Talán csendben csodálnak, vagy a lábam táncot jár. Vajon térdemre hullok, vagy álma nézek rád. Halleluját kiáltok, vagy elnémul a számba, csak álmodom arról. Csak álmodom arról, álmodom arról, ma csak álmodom arról, álmodom arról, ma csak álmodom arról. Álmodom arról, bár ott lennék már, ahol a fény a mennyek szőre vár, ma csak álmodom arról, mikor nem lesz más, csupán boldog örök imádás, ma csak álmodom. Vagy ki megváltottál, drága véletek, ó, fejére mostál, mindenem lettél, tiéd az egész lényem, ég a tűnnem, csak érted élek már. Minden nap, Uram, ráállok ígédre, téged hívlak, légy a segítségem, vezess át engem tovább a keskeny úton, add, hogy életem a világba tüzet gyújtson minden nap. Csak érted élek minden nap, követlek téged minden nap, veled járok, Uram.
tudnék, mit is mondhatnék. Te vagy, ki megváltottál, drága véreddel, tófehérre most áll, mindenem lettél. Tiéd az egész lényem, ég a tűz bennem, csak érted ének már. Minden nap, Uram, ráadok ide, téged hívlak, légy a segítségem, vezess át engem tovább a keskeny úton, attól értem. A világba tüzet gyújtson minden nap, csak érted élek. Minden nap követlen téged, minden nap veled járok, Uram. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. Érted élek minden nap? Érted élek minden nap? Énekel, gyere! Érted élek? Ez a vágyunk, Jézusom, érted élek, Uram. Ezt szeretnénk, atyánk, szeretnénk érted élni, gyere! Érted élek, minden nap. Érted élek, minden nap, Uram. Érted élek, érted élek, minden nap. Minden nap, érted élek, minden nap, ó, érted élek, minden nap, Uram. Minden nap, minden nap, csak érted élek, minden nap, követlek téged, minden nap, veled jár. Érted élek, minden nap, követlen téged, minden nap, veled járok, Uram. Érted élek? Érted élek, minden nap, érted élek, minden nap. Érted élünk minden nap, Uram. Father, please help us that we would truly live for you every day. Add, hogy téged válasszunk minden nap. And please help us that we would choose you every single day. És segíts nekünk, hogy visszarohanjunk hozzád, amikor baj van. And please help us to run back to you whenever we are in trouble. A menedékvárosunkba. Into our city of refuge. Köszönjük, hogy te vagy az nekünk, Jézus. And thank you that you are a city of refuge for us, Jesus. Köszönjük, hogy ma is az vagy. And you are still a city of refuge today. És imádkozom azokért, akik bajban vannak, hogy segíts, mutasd nekik az utat, hogy egyszerűen vissza lehet jutni a menedékbe. And I want to pray for all those people who are in trouble. Please show them, Lord, that it's easy to get back to the city. Nagyon köszönjük, hogy a kegyelmedbe élhetünk és járhatunk. And we thank you so much that we can live and walk in your grace. Azért imádkozunk, hogy áld meg ennek az estének is a hátralevő részét, ahogy közösségbe leszünk együtt. And we pray that you would bless the rest of our evening as we are fellowshipping with one another. Jézus nevében kértünk. In Jesus' name we prayed. Amen. 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 Nagyszerű. Amen. Great. Köszönjük Istinek a nagyon jó üzenetet. Thank you, Isti, for your great message. Mondanám, hogyha imára van szükségetek, vagy bármilyen kérdésetek van, mi itt leszünk elől még egy darabig, és szívesen imádkozunk értetek. If you need prayer, or if you just